Évszázadokon át egy különleges háború zajlott a világ tengereiben. A felszínen és a hullámok alatt is. Több száz embert meg lehetett ölni vele. Ezek rendkívül erős hadigépek. A hajóépítők egyre nagyobb és gyorsabb hajókat terveztek, hogy legyőzhessék az ellenséget. Az az ország, aminek a legerősebb a csatahajó flottája, elpusztíthatja az ellenség csatahajóit, és így ő uralkodhat a tengereken, ezáltal pedig az egész világon. Félelmetes fegyvereket vittek magukkal. Ez volt az első alkalom a második világháború óta, hogy valaki dübből akart torpedót kilőni. Nem hibázhattak. Ám közben a hajók ezreket szabadítottak fel és mentettek meg. A Gerda 3 gyakorlatilag egy mentőhajó volt. Hihetetlen bátorságra ösztönözték a férfiakat és a nőket. Elviszlek oda az ágyukhoz, a halálodhoz. Inkább elsüllyedünk, de nem adjuk meg magunkat. Ezek a hajók átalakították a világ történelmét. Egy rakétahordozó tenger alatt járó parancsnokaként közvetlenül segítettem abban, hogy megakadályozzuk a harmadik világháborút. 1944. június 6-a, a D-nap. Ez volt a történelem legbonyolultabb tengeri művelete. Minden hajónak percre pontosan kellett kifutnia, és a megfelelő pozícióba kellett állnia. Európa felszabadítása egy elképesztő hajóflottától függött. A nagy csatahajók a fejünk felett kezdtek el tüzelni, és úgy 300 méterre tőlünk értek ki a partra. Némelyikük kísérleti hajó volt, némelyikük egyszerűen veszélyes. Hihetetlen, hogy kockáztatták az életüket egy ilyenben. Ez azoknak a hajóknak a története, amelyek megfordították a háború menetét egyetlen nap alatt. Elején a németek már tudták, hogy a szövetségesek hamarosan egy európai inváziót indítanak. Csak azt nem tudták, hogy hol és mikor. Európa nagy részét a németek uralták, és az elnyomottak már kétségbeesve várták a felszabadulást. Elképesztő mértékű volt a rabszolgamunka, és az Auschwitzban kivégzett emberek száma már elérte a 2 milliót. És egyre csak nőtt. 1944. májusában Anna Frank amszterdami búvóhelyén azt írta, hogy mindenki egy lehetséges invázióról beszél. Vitatkoznak, fogadnak és remélnek. Valójában a szövetségesek már 2 éve vitáztak azon, hogy hol történjen meg a D-nap. Egy kudarcba fulladt támadás 1942. augusztusában Dieppe kikötőjében megmutatta, hogy hol ne próbálkozzon. Mindenki azt feltételezte, hogy egy komoly méretű, vagy Angliában, vagy Franciaországban indított invázió kell ahhoz, hogy elfoglaljanak egy kikötőt, ahová az utánpótlás érkezhet majd. Katonák, lőszerek, élelmiszer, járművek. Vagyis minden inváziós tervben biztos, hogy szerepel majd egy kikötő lerohanása. Ám Dieppe alapján rájöttünk, hogy ez nem fog menni. A németek pedig rájöttek, hogy mire is készülnek a szövetségesek. Dieppe óta a németek megerősítették a partmenti védelmi vonalakat. Az atlanti fal erősebb lett, mint valaha. Ez arra kényszerítette a szövetségeseket, hogy máshol keressenek tovább. Egy közel 100 kilométeres normandiai partszakaszt megfelelőnek találtak. 5 órányira volt az angol partoktól, de a part széles, a homok stabil és a német védelem gyengébb volt. A terv az volt, hogy egy relatíve széles parton landolnak majd, és jó mélyen be tudnak majd hatolni a szárazföldre. Az invázió fedőneve Overlord művelet volt. És az amerikai tábornok Dwight D. Eisenhower vezette. A sikere azon múlott, hogy sikerül-e 150 ezer embernek egyetlen nap alatt, a D-nap alatt partra szállni.
A kritikus tengeri műveletnek saját fedőneve volt. Neptun hadművelet. Sir Bertram Ramsay admirális irányította. Ő volt Eisenhower matróza. Tudta, miben lehet hibázni, és miben nem. 5 inváziós egység indult útnak Anglia déli kikötőiből. Az amerikai csapatok a Utah és Omaha fedőnevű partok felé indultak. A britek és a kanadaiak az Arany, Juno és Card nevű partok felé. 1944. májusától kezdve Anglia déli része egy hatalmas raktárrá alakult. Olyan sok volt a teherautó, hogy a hivatali munkások 15 perccel hosszabb ebédidőt kaptak, hogy át tudjanak kelni az utakon. Az ellátmányt az erdőben rejtették el, a hajókat pedig patakmedrekben. Több ezer csapat várta a jelet. Majd június 5-én éjjel 2700 hajó gyűlt össze a valaha létezett legnagyobb inváziós haderővel a fedélzetükön, a White-szigettől délre, melynek fedőneve Piccadilly Circus volt. Lenyűgöző látványt nyújtott. A földnyelv közelében lenéztem a hajókra. Láttam a fedélzetükön a csatafelszerelésben várakozó katonákat. Mögöttük hosszú sorokban haladtak a tankszállítók és az őrnaszádok. Kint a tengeren rombolók és fregattok álltak pozícióba. A horizonton csatahajók és nehéz cirkálók várakoztak. Azt mondtam a feleségemnek, hogy ma este sokan meg fognak halni. Imádkozzunk értük. Nagyon sok minden balul üthetett volna ki. Eisenhower egyik embere azt írta a naplójába, hogy nagyon ideges vagyok az egész művelet miatt. Lehet, hogy ez lesz az egész háború legnagyobb katasztrófája. A D-nap sikere és Európa felszabadítása azokon a csodás hajókon múlott, melyek aznap éjjel a Piccadilly Circusnél gyülekeztek. Ahogy beköszöntött június 6-a, néhány hajó nem a White-sziget közelében volt. 9 méterrel a tenger alatt Normandia partjainál 10 ember élt Sültbabon és Teán. Ők 2 törpe tenger alatt járó, az X-Craft legénysége voltak. Vízrebocsátás ideje 1943, víz alatti sebessége 5,5 csomó, legénysége 4-5 fő, hossza 15 méter. Az X-20-as és X-23-as tenger alatt járó már 2 napja várakozott. A feladatuk az volt, hogy zöld fénnyel ellátott teleszkópokat küldjenek fel, amelyek a Juno és a Card nevű partszakaszra tartó első inváziós hajókat irányították volna. Azért voltak ott, hogy pontos navigációt biztosítsanak a partra szálló erők számára, akik a sötétségből előbukkanva nehezen tudták volna megtalálni a pontos irányt a part felé. Navigációs jelző fényként voltak jelen. A tenger alatt járókat egy páncélos vontatóhajó vitte át a csatornán, majd magukra hagyta. Egy londoni busz dízelmotorja hajtotta őket, amikor a felszínen voltak, a víz alatt pedig egy akkumulátor. Egy csapóajtón át lehetett a fedélzetre jutni, és volt egy másik ajtó, amin a búvárok távozhattak. 4 tonnás robbanó tölteteket lehetett indítani az irányító teremből. A robbanószerekre nem volt szükség a D-napon, de hasznosak voltak a hajók eredeti feladatának elvégzéséhez, a német hadihajók elsüllyesztéséhez. A kisebb tengeralattjárók iránti igény a nagy német csatahajók, például a Tirpitz megjelenésével kezdődött, ami a norvég fjordokban bujkált, és hatalmas tengeralattjáró ellenes védőhálókat húzott ki a kikötők védelmére. Az X-Craftok viszont át tudták vágni magukat a hálókon, és így eljuthattunk azokhoz a hajókhoz is, amik elpusztíthatták volna a flottáinkat. Az X-Craftoknak sikerült robbanó töltetet rakniuk a Tirpitz alá, és így meglékelték. Ám közben a tenger alatt járó legénysége is meghalt. Azok, akik 1944. június elején a normandiai partoknál csendben várakoztak, tisztában voltak a veszélyekkel.
Teljes titokban képezték ki őket Skóciában, amíg el nem jött az idő, hogy délre menjenek. Jim Booth az X-23-as egyik matróza volt. Valamikor tavasszal jöttünk le. Egy teherautón hoztuk le az X-Craftot, egy nagy vászonnal letakarva. Megálltunk egy fogadónál ebédre, és egy fickó megkérdezte, mi van a teherautón, olyan, mint egy törpetenger alattjáró, nem? Mire én? Hasonlít rá, ugye? Június 4-én délután Jim és társai 400 méterre voltak a normandiai partoktól. Olyan közel, hogy látták, ahogy a német katonák a parton fociznak. Francia taxisofőröknek és munkásoknak öltöztek a matrózok, hogyha esetleg megfulladnának és megtalálnák a holtesteiket, senki se tudja, hogy egy brit tenger alatt járó legénysége voltak. Aznap éjjel, vagyis a tervek szerint hajnalban kezdődött volna a Neptun hadművelet. A két tenger alatt járó a felszínre emelkedett, hogy elcsípjen egy fontos rádió üzenetet, ami a BBC 10 órai híradásának része volt. Két jelzés érkezett. Az egyik, hogy a műveletet nem kezdik el holnap, a másik pedig az, hogy mégis. Egy előre eltervezett kód volt, és valahogy így hangzott. Mrs. Huntington macskájának három kis cicája lett Littlehamptonban. Ám Eisenhower úgy döntött, hogy az időjárás nem megfelelő a csatornán való átkelésre, ezért a D-napot 24 órával elhalasztották. Mindenki felkiáltott, hogy Istenem, és újra lemerültünk. Amikor a D-napot egy nappal elhalasztották, ezeknek a szerencsétlen embereknek, akik abban az apró kis fémdobozban éltek, borzalmas körülmények között, még 24 órát ki kellett bírniuk. Abban a kis tenger alatt járóban lenni olyan lehetett, mintha egy apró kis szekrényben lakna az ember. Rettentő zsúfolt volt. Egyetlen kis ágyuk volt, és ennyi. Felváltva aludtak. Sehol sem tudtunk felállni, csak is a periszkópnál. Az idő nagy részében ültünk. Én valahol a kormány mellett, minden nyírkos és nedves volt, úgyhogy elég szörnyűek voltak a körülmények. Fiatalok voltunk, és a fiatalok nem szoktak panaszkodni. Nem igaz? Június 5-én éjjel még egyszer a felszínre emelkedtek. Megkapták a jelet, amire vártak. A D-nap elkezdődött. Hajnali 4:30-ra már felvették a pozíciójukat. A periszkópokat felküldték, a jelzőfényeket bekapcsolták. Aztán ott volt az a hosszas várakozás. Nem tudtuk, mi történik, csak ültünk és vártunk, mint valami bolondok ott a part közelében. Elég félelmetes volt. Amíg a tenger alatt járók vártak, addig kint a csatornán a Neptun hadművelet már megkezdődött. Speciális hajók gyülekeztek, melyek átnavigálják majd az inváziós egységeket egy hatalmas, lebegő német aknamezőn. 1944 nyarán Európa sorsa a szövetségesek azon tervétől függött, hogy sikerül-e 24 óra alatt partra szállítani 150 ezer katonát Normandiában. Június 6-a, a D-nap. Az invázió kulcsfontosságú része volt a csatornán való átkelés, a Neptun hadművelet. Több száz hajó volt hivatott arra, hogy a katonákat biztonságosan a partra vigye. Ám a halálos német aknamezők, a parti védelem és a parti egységek tettek arról, hogy a siker egyáltalán ne legyen biztos. Kint a csatornán a D-nap korai óráiban egy apró kis flotta haladt. A Neptun hadművelet névtelen hősei. Ők voltak a kikötővédelmi őrnaszádok, más néven HDML-ek, amiket a brit kikötők védelmére építettek a német tenger alatt járókkal szemben. Az egyik D-napi őrnaszád még ma is működőképes, az HMS Medusa. Vízrebocsátás 1943, hossza 21 méter, legénység 10 fő, sebessége 12 csomó. A Medusát úgy alakították, hogy ki tudja cselezni a tenger alatt járókat.
két motorja volt, amit egymástól függetlenül lehetett működtetni. Nincs még egy olyan hajó, ami ilyen jól manőverezik. Ha az egyik motort előre menetbe, a másikat hátra menetbe állítjuk, egy helyben lehet pörgetni. Mintha egy nagyon erős versenyautót vezetnénk kint a pályán zuhogó esőben és ködben. Innen a hídról nem lehet közvetlenül irányítani a motorokat, de van két résztárcsa, és a lábam alatt lent a motortérben egy fickó figyeli a mutatót. Nagyon észnél kell lennie. Az őrnaszádoknak volt egy különleges tulajdonságuk, ami sokat számított a D-nap megtervezésekor. A hajók fából készültek, így a radar nem érzékelte őket. Hogy ellensúlyozzák a páncél hiányát, az HDML-ek, mint a Medúza is komoly tűzerővel bírtak. Ezen a hajón a legfőbb tűzerő ez a 20 milli Shirley-ken. Egy jó csapat egy perc alatt mintegy 400 töltetet tudott kilőni. A hídon mögöttem van még két kisebb kaliberű gépfegyver is mindkét oldalon. Ezeket a hajókat úgy tervezték, hogy közelharcba bonyolódjanak az ellenséggel. Van itt még két vödörnyi kézigránát is, vagyis az ember csak odament és bedobott egyet a másik hajó ablakán. Az ezeken a hajókon szolgáló közelharcra kiképzett férfiaknak az volt a becenevük, hogy Churchill kalózai. Sosem voltunk rendesen felöltözve. A haditengerészet nem igazán bírt minket, és mi se őket. Churchill kalózainak speciális feladatuk volt a D-napon. Egy német aknamező húzódott a csatorna szinte teljes hosszában. Az inváziós egységek csak azután tudtak áthaladni ezen a látszólag áthatolhatatlan akadályon, miután egy flottányi aknaszedő hajó megtisztította az utat. A terv az volt, hogy két csatornát vágunk a kijelölt partszakaszokig, amelyek csak 400 méter szélesek lehettek. De persze mindez csak a legutolsó pillanatban lehetett megtenni, különben kiderült volna a turpisság, és a németek megtudták volna, hol lesz a partra szállás. A Medúza és a többi HDML ezeknek a csatornáknak a bejáratához álltak, hogy a partra szálló egységek tudják, hol vannak a biztonságos szakaszok. Itt van ez a térkép, ami a Medúza instrukciós csomagjából való, amit a D-napon kapott, és ez itt a német aknamező. A Medúza a négyes pozícióban állt ennél a bejáratnál. Az ML 1383-as testvérhajója pedig a 3-as csatornánál. A Medúzát erre a műveletre egy olyan felszereléssel látták el, amilyennel még soha egyetlen egy más hajót sem. Ám a biztonság kedvéért a legénység sem tudhatta, hogy mire volt képes ez a szerkezet. Mindenféle titkos dolgok voltak a hajón. Nem tudtuk, mi az. Szerintem azért, hogyha elfognának minket, ne tudjunk mondani nekik semmit. A németek időközben megtanulták, hogyan blokkolhatják a királyi haditengerészet navigációs eszközeit, az úgynevezett G-rendszert. Ám a D-napra egy újfajta eszközt fejlesztettek ki, amiről a németek nem tudtak. Ez volt a Decca radar, és június 6-án kapcsolták be legelőször. Ez a hajó volt az első, ami Decca radart használt. A D-nap idején összesen 20 ilyen rendszer volt, és a Medúzán volt az egyik. Így nagyon pontosan be tudta mérni a pozícióját. A Decca rendszer egy jeladókból álló hálózatot használt, amik jeleket bocsátottak ki. Attól függően, hogy mennyi időbe telt, mire a jelek elérték a vevőkészülékeket, pontosan meg tudták határozni a pozíciójukat. Ám a Medúza, mivel a flotta előtt haladt, belekerült abba a viharba, ami miatt egy nappal elhalasztották a D-napot. Mivel az őrnaszádokat nyugodt vízű kikötőkre tervezték, nehezen birkóztak meg a nagy hullámokkal. Úgy kellett átverekednünk magunkat a hullámokon, mert nem tudtunk egyenesen haladni. Nem lehetett kormányozni. Szörnyű volt. Azt hittem, nem éljük túl, hogy itt a vége. Miután megtalálta a helyét a biztonságos csatorna bejáratánál, a Medúza azzal küzdött, nehogy elsodorják a hullámok. Hihetetlen, mit szenvedhettek, hogy 30 órán át egy helyben maradjanak a csatorna közepén abban a borzalmas időben. Majd végül, ahogy a partra szálló egységek a közelbe értek, eljött a pillanat, hogy aktiválják az addig még nem tesztelt Decca radart.
30 óra után jött egy üzenet, és a tisztek bekapcsolták a szerkezetet. Működött. De mivel még olyan kevés deka működött, a többiek kénytelenek voltak egész egyszerűen csak követni a vezetőt. Sok hajón volt vevőkészülék, de csak egy vezérhajó volt. A többi 10-12 hajó pedig azt az egyet követte. Az egész D-napi flotta 6000 hajóból állt, de ők mind 20 ilyen szerkezettől fügtek. A Meduza legénysége páholyból figyelhette, ahogy a partra szálló egységek elhaladtak mellettük. Sikeresen végrehajtotta a feladatát. A hadművelet sikerének felelőssége pedig átszállt a D-nap legnagyobb hajóira. Hogy elérhessék az öt partszakaszt, a szövetségeseknek meg kellett birkózniuk az atlanti fal halálos veszedelmével. A német védővonalakat még azelőtt ki kellett iktatni, hogy a katonák elérték volna a partot. Ez a kritikus feladat a szövetséges hadihajókra várt. Azért voltak ott, hogy alaposan ellássák a német ellenállás baját. Június 6-a hajnalán a hadihajók mintegy 10 kilométerre állomásoztak a normandiai partoktól. A bombázás 5 óra 27 perckor kezdődött. A mini tenger alattjárók legénységének, akik ott várakoztak a jelzőfényükkel, ez volt az első jel, ami megmutatta a D-nap valódi mértékét. Egy nagy csatahajó repült el felettünk. Elképesztő hangot adott ki, szó szerint fütyült. És már is elérték a partot, ami úgy 300 méterre volt tőlünk. Az egyik első hajó, ami tüzet nyitott, ma már egy sokkal békésebb közegben található. Ez a királyi haditengerészet könnyű cirkálója, az HMS Belfast. Vízrebocsátás 1938, hossza 184 méter, sebessége 32 csomó. Legénysége 800 fő. A Belfast fegyverei között volt 12 darab 15 centis ágyú is, melyekkel a Juno és az aranypartok feletti gépfegyverállásokat célozták. Ezek a hangok megnyugtató érzéssel töltötték el a part felé tartó ideges katonákat. Nyugaton az öt partszakasz közül az Omaha partot védték a legjobban. Ezt az első világháború egyik veteránja bombázta, a USS Texas csatahajó. A Texas az egyik legutolsó hajó a világon, ami mindkét háborúban szolgált. Egy maroknyian vannak, de a Texas a legnagyobb és a legkirályabb. Vízrebocsátás 1912, hossza 172 méter. Legénysége 1042 fő, sebessége 21 csomó. A Texason 10 darab 35 centis ágyú volt, amik a 700 kilós tölteteket akár 20 kilométerre is ki tudták lőni. Az ágyú elsütésének folyamata úgy zajlott, hogy egy töltet per ágyú és négy zsáknyi lőpor. A lőporok 50 kilós zsákokban voltak, és mindet a matrózok rakosgatták kézzel. A töltetet ez a lift hozta fel, rágördült egy kis tálcára, majd a betöltő rút beletolta a lövedéket a csőbe. Ezután jött a négy zsáknyi lőpor, amit szintén betoltak egy régi töltőrúddal, amelyet a 18. századbeli ágyúknál lehet látni. Aztán lezárták a csövet, és már is tüzelésre készen állt. A hadihajókon lévő tüzérségi fegyvereknek meg kellett küzdeniük az óceán hullámzásával is. Nehéz volt pontosan célozni. Ám a Texason volt egy technológia, ami megoldotta ezt a gondot. Mindegy, mikor lőttek, akkor is meg kellett várniuk, míg a hajó egy szintbe került a célponttal. Amikor meghúzták a ravaszt, volt egy kapcsoló, ami várt, amíg a hajó szintbe nem került, és csak akkor zárta az áramkört, és akkor tüzelt. Így nem a vízbe, vagy épp túl magasra ment a lövedék.
1944-ben a hajók bombázása által vált elérhetővé az Omaha partszakasz a partra szállók előtt. Hajnal hasadt, akkor megkaptuk a jelet, és megindultunk a part felé. Emlékszem, hogy a Texas csatahajó oldalsor tűz alá vette a partot, miközben közelítettünk. Borzalmas volt, szörnyű. A fülünk mellett húztak el a lövedékek. A füstfelhők olyanok voltak, mint egy tornádó. Egyre nagyobbak és sűrűbbek lettek, majd eloszlottak. Éreztük a torkolat tűz erejét. A szövetségesek biztosak voltak abban, hogy a Belfast és a Texas megsemmisítik majd a német parti védelmet, és így sok szövetséges katona életét megmentik majd. A D-nap hajnalán egy flottányi hadihajó horgonyzott Normandia partjai mentén, és lőni kezdték a német védelmi vonalakat az úgynevezett Atlanti falat. Egy sikeres bombázás később több száz szövetséges katona életét megmenthette. De vajon a hajók sikerrel jártak? A Utah és Omaha partszakaszok mögött még ma is találni bizonyítékokat. A mézi hadállás még ma is magán viseli a D-nap nyomait. A D-napon három különálló egység volt itt, és az volt a céljuk, hogy visszaverjenek minden part felé tartó inváziós egységet. Vagyis volt egy messzehordó ágyú, ami a hajókat célozta, és egy rövidebb lőtávolságú egység, amivel a partot lőhették. A partra szálló gyalogság védelmét ellátó hajók kilövésére tervezték, és nagyon jó munkát végzett három napon át. A mézi hadállást úgy tervezték, hogy mindent kibírjon, a bombabiztos személyzeti épülettől kezdve a vasbeton főhadiszállásig. A beton mennyisége és az épület mérete is mutatja, hogy ez egy komoly harci épület volt. Úgy tervezték, hogy megvédje a bent lévőket harc esetén, és a D-nap éppen ilyen volt. Ez egy nagyon stabil betonépület, 3-4 méter vastag falak, amiket fekete bitumennel vontak be, hogy vízállók legyenek. Ez több mint 70 éves, és még mindig ugyanolyan jó, mint az nap, amikor elkészült, mert valóban bombabiztos. A hadállás komplexitása megnehezítette a szövetséges hajók dolgát. Nem csak, hogy túlélte a bombázást, de képes volt megfordítani a csata menetét. Az egyik haditengerészeti jelentésben szerepel, hogy a hajók jelezték, hogy a mézi hadállásból erősen lőnek rájuk, és ezért muszáj kijebb menniük, hogy kívül kerüljenek a lőtávolságon. A szövetségesek első bombázása csak részben járt sikerrel. Sok német hadállás túlélte. Ennek ellenére több száz hajó, melyeken több tízezer katona volt, folytatta az útját a part felé. A szövetségesek csak ezután vetették be a legnagyobb meglepetésüket. Óra 25-kor olyan járművek emelkedtek ki a vízből, amilyeneket még soha senki sem használt háborúban a történelem során. A duplex drive, vagyis a kétéltű tankok. Súlya 17 tonna, hossza 6 méter. Sebessége a vízben 4 csomó, legénysége 3 fő. Ez egyike annak a néhány megmaradt kétéltűnek, amit a II. Világháborúban használtak. Ezt a furcsa tankot azért fejlesztették ki, mert két évvel korábban az egész nemzet megszégyenült. 42-ben a Dieppe támadás részben azért vallott kudarcot, mert nem volt elég a támogató tűzerő. Ezért a D-nap stratégiáját teljesen átalakították. A terv az volt, hogy a gyalogság első hullámával együtt érkeznek a tankok is, vagyis a tankoknak kétéltűeknek kellett lenniük. Mesteri húzás volt az olyan tankok előállítása, amik maguktól fel tudtak menni a partra. Egy Nikola Strausler nevű feltaláló állt elő ezzel az ötlettel. A cége összecsukható hajókat és páncélozott járműveket is készített.
Strausler épített egy prototípust. A Valentine tankot alakította át, ami a britek észak-afrikai hadjáratában már bizonyított. A kreálmány a Duplex Drive, vagyis a DD nevet kapta, mert kétféleképpen lehetett meghajtani, propellerrel vagy lánctalppal. A tanknak rá kellett férnie egy szállítóhajóra, vagyis annak, ami a vízen tartotta, strapabírónak kellett lennie. Strausler egy zseniális megoldással állt elő. Ez a ponyva a harckocsi testéhez van erősítve, ami a ponyva alatt vízhatlanná van téve. Sűrített levegővel fújják fel, amitől ez merevvé válik, megemeli a keretet, és a ponyva egyfajta gátként funkcionál. Lebegés közben a lövegtorony körülbelül a víz felszínével van egy színben. Amikor a vízen van, ezt a csövet ide rakják, amin keresztül távozik a gőz a ponyvából. Ez itt a lefolyó. A tank végéig fut, és minden víz, ami befolyik a ponyvába, hátul távozik egy búvárszivattyú által. A vezetőnek igazán bátornak kell lennie, hiszen ő bent ül a tank belsejében, ami a víz alatt van, és ha a tank elsüllyed, ő is vele megy. További veszélyek is fenyegették a pilótát. Még ha a tank el is érte a partot, a ponyva blokkolta a kilátást. Ám a tervezőnek erre is volt egy ötlete. Van itt egy kicsi, de nagyon fontos dolog, aminek a belsején van egy gumitömlő, amit a pilóta lát. Amikor ez a víz alatt van, a tömlő megtelik vízzel, mint egy lufi. Amikor a vízszint ez alá csökken, a tömlő összeesik, és a pilóta tudja, hogy most már eléggé kint van a szárazon ahhoz, hogy leengedhesse a ponyvát. A legénység először tavak vízén gyakorolt. Majd átmentek a Salent csatornába, hogy megtegyék a 3000 méteres távot Gasporttól a Vágy-szigetig. Volt, hogy úgy érkeztek a partra, hogy a pilóta mellkasáig ért a víz, és épp hogy nem süllyedt el a tank. Sokan még ennyire sem voltak szerencsések. Legalább 10 DD tank süllyedt el a brit partoknál gyakorlatozás közben. El sem tudom képzelni, hogy kockáztatták az életüket egy ilyenben. A víz alatt egy acéldobozban, amit csak egy ponyva tart a felszínen. 1944. júniusára a legtöbb DD tank már átalakított amerikai Sherman harckocsi volt. A normandiai partraszállás során vetették be őket először. Egy nappal a D-nap előtt harckocsi partra szállítók, vagyis elesztik 290 DD tankot szállítottak át a csatornán a normandiai partok közelébe. Az utolsó néhány ezer métert a tankoknak kellett megtenniük. Jó ötlet volt, mert a tankok anélkül is tudtak a partra menni, hogy a nagy elesztiket is kockáztatni kellett volna. Másnap reggel 5 óra 50 perckor az első 29 DD tankot az Omaha parton vetették be az amerikaiak. Puskaropogás, lövések, sebesültek, bombák. Szörnyű élmény lehetett. Majd a terror katasztrófába torkollott. A tankokat a partoktól mintegy 5 kilométerre rakták ki, és a tenger nagyon viharos volt. Az Omaha partnál 2 méteres hullámok alakultak ki. A 29 tankból 27 úgy süllyedt el, mint a kő. A gond az volt, hogy abban az időben képtelenek voltak funkcionálni. A tesztek során a nyugatvízben minden jól ment, de ez nem álló víz volt, és a legtöbbjük rögtön elsüllyedt a legénységükkel együtt, és sosem jutottak ki a partra. A brit és kanadai partokon nagyobb volt a siker. A britek sokkal közelebb rakták ki őket a partokhoz, és bár elvesztettek egyet-kettőt, abban az értelemben sikeresek voltak, hogy a partra szálló gyalogosoknak támogatást tudtak nyújtani. A parton parancsba adtam, hogy engedjék le a ponyvát. És ami ezután történt, az örökre bevésődött az emlékezetembe. A német géppuskások a dűnék között teljesen elképedtek azon, hogy tankok jönnek elő a tengerből. Volt, aki elfutott, de volt, aki csak állt és bámult, mert nem hitt a szemének. Mi pedig letaroltuk őket.
Eközben több tízezer szövetséges katona tartott a partok felé, akik készen álltak lerohanni az ellenséget. 1944. június 6-a reggelén mintegy 3000 hajó közeledett a normandiai partokhoz. A partra szállás már nem volt messze. Amíg el nem érték a francia partokat, addig a több ezer katona élete több száz LCP-n, vagyis élőerő partra szállítón a szádon múlott. A D-nap leghíresebb hajója a legkisebbek között volt, és 8000 kilométerről származott Louisiana mocsaraiból. Az LCP-t Andrew Higgins tervezte. 1944-re a hajói állítólag már olyan fontosak voltak, hogy Adolf Hitler az új Noé-nak becézte őt. Higgins New Orleans-i otthona előtt fegyveres őr vigyázott rá, hogy megvédje a német bérgyilkosoktól. Andrew Jackson Higgins nagyon érdekes személy volt. A louisianai mocsárban csapdázó prémvadászok számára sekély merülésű hajókat épített. Amikor ezt az amerikai haditengerészet meglátta, nagyon érdekesnek találta, és sokat rendelt. Eredetileg egyszerű faros lemezládák voltak egy külső motorral, 10 méter hosszúak voltak, és 36 katona fért el bennük egyszerre, akik aztán könnyedén ki tudtak ugrani belőlük, és a partra tudtak futni. 1943-ban ezt a tervet használták fel az LCP-khez. Az amerikaiak egyszerűen csak Higgins hajóknak nevezték őket. Hossza 11 méter, kapacitása 36 fő, vagy egy jeep és 12 fő, sebessége 12 csomó. Az LCP-ket úgy tervezték, hogy ráfussanak a partra, valamint páncélozott rámpáikkal megvédjék a bennük utazókat, amíg el nem jön az idő, hogy leeresszék azt. De nem az angol csatorna szeszélyes vizeire tervezték. A legtöbb katona nagyon rosszul lett, miközben a part felé közeledtek. Sokan hosszú órákon át hánykolódtak már azokban a hajókban. Néhányan már borzasztóan tengeri betegek voltak. Többen már olyannyira, hogy semmi sem érdekelte már őket. Ide-oda dobált minket a tenger, úgyhogy mindent kihánytunk. Iszonyúan féltünk és borzalmasan rosszul voltunk. És a hajó minden egyes csobbanásával újabb és újabb adag sós víz áztatott el minket. A szemüvegem is csupa víz volt, alig láttam valamit. Nem az LCP volt Higgins egyetlen terve azon a napon. Az amerikai haditengerészet felkérte, hogy készítsen egy olyan hajót, amivel közvetlenül a partra lehetne vinni egy standard tankot. Ehhez Higgins egy folyami bárkától vette az ihletet. Az emberei szétszették, megerősítették, és mindössze 3 nappal később megmutatták a haditengerészetnek, hogy most már elég erős a feladathoz. Az eredmény a harckocsi partra szállító lett. Olyan nagy sikere volt az LCT-knek, hogy a haditengerészet egyre többet rendelt belőlük. Így hát Higgins a gyár környéki utcákon is dolgozni kezdett. Még a járdán is LCT-ket gyártottak. Ám Higgins és a haditengerészet kapcsolata nem mindig volt felhőtlen. Higgins hozzászokott ahhoz, hogy mindig megkapja, amit akar. Gyakran vitázott a katonákkal, mert azt gondolta, hogy a haditengerészet nem elég nyitott és innovatív, mert sok ötletét nem fogadták el. Ennek ellenére azért elég jól kijöttek egymással ahhoz, hogy megvegyenek tőle 5-10 ezer Higgins hajót a különböző inváziókhoz. Nem csak a D-naphoz, de több csendes óceáni sziget inváziójához is. Az LCP-k és LCT-k mellett még sokféle partra szálló hajó volt a flottában. Voltak, amelyek 120 ezer tonnányi ellátmányt szállítottak. Voltak, amik nem csak egy tankot vittek, és voltak, amelyek több mint 200 katonát szállítottak. Végül 2 napnyi várakozás után eljött az idő, hogy Jim Booth és az X-Craftok többi matróza a partra szállásra kijelölt partszakaszra navigálja a hajókat. Rájöttünk, milyen könnyen eltévedhettek volna azok a tankszállító járművek, miután kiértek a csatornából.
Nagyon erős volt a dagály, északon és keleten, de nekik a partokhoz képest északra és délre kellett menniük, miközben nem volt semmiféle navigációs eszközük. Könnyen rossz helyen köthettek volna ki, és akkor... A Higgins hajók sikeresen partra szállították a katonákat, de csak kevés védelmet nyújtottak a számukra. Minden oldalról veszély várta azokat, akik a D-napon reggel 6:30 az Omaha partra érkeztek. Amint a rámpa lenyílt, víz ömlött be, és közben a hajó még mozgott. Vagyis egy rossz mozdulat, és már is ráfutott a hajó az emberre. A vizen géppuska lövedékek pattogtak, és közben még egy nehéz hátizsák is lefelé húzta az embert. Vagyis ki kellett ugrani a magas hullámokba, és a géppuska lövedékek között kirohanni a partra. Na, hogy rengetegen meghaltak. Szerintem azok, akik ott voltak és túlélték, egész életükben azon csodálkoznak, hogy mégis hogy tudták túlélni. Ez egyszerűen elképesztő. Elképesztő. Az áldozatok ellenére a D-nap sikeres volt. Sikerült a partot biztosítani egy 80 kilométeres szakaszon. Éjfélre a Neptun hadművelet keretein belül 150 ezer katonát, 9000 járművet és 2000 tonna rakományt hoztak Franciaországba. Ez volt az a kritikus kezdet, ami az Overlord hadművelethez és Európa felszabadításához elengedhetetlen volt. Hangsúlyozom, hogy nem attól lesz valamely ország tengernagyhatalom, hogy képes 100-150-200 ezer embert eljutatni egy védett partszakaszra, és képes elfoglalni azt. Hiszen utána el is kell őket látni, lőszert, élelmet, vizet, ellátmányt kell vinni nekik, és erősítést is hozni. Vagyis újabb 100-200-500 ezer millió, másfél millió embert méghozzá állandó jelleggel ide-oda a csatornán át nap mint nap, hosszú heteken, hónapokon át. Na, ez a képesség az, ami lenyűgöző. A D-nap nem lett volna sikeres azon bátor harcosok nélkül, akik a normandiai partokon megvetették a lábukat. Ám mindez nem lett volna lehetséges az éveken át tartó tervezés és felkészülés nélkül, ami végül idáig vezetett. Az a sokféle zseniális jármű, amely oly bátran átkelt a csatornán június 6-án, megváltoztatta a háború menetét. A D-nap továbbra is egy egyedülálló esemény marad a történelem viharában.